Sziasztok! Kihoztam a Valkerának a úgynevezett Mavic gyilkos gépét, hogy megnézzük, hogy hogyan fog odakint repülni. Hát így nézünk ki összecsukva. Ami elsőre feltűnt így a dobozból kivéve, hogy ugye ez a becsukott állapota. És sajnos a gimbal lentebb van, mint maga az egész géptest. Tehát így összecsukva nem tudjuk csak így letenni nyugodtan egy asztalra, vagy a földre, vagy bárhova, mert a gimbal fogná, gimbal tartaná az egész gépet. Hogy ezt miért tervezték így, azt nem tudom, úgyhogy gyorsan ki is nyitom. Hát ugyanazzal a módszerrel, mint ahogy a Mavic is szépen ki lehet nyitni, és illetve még annyit kell megtenni, hogy itt van neki négy láb, mint a Mavic Air esetén, és ilyenkor már ugye szépen lehet tárolni a földön vagy az asztalon, ilyenkor már nem fog beleérni a kis gimbal. Utána annyit kell tennünk, hogy ezt a kis gimbal védőt kihúzzuk, és innestől kezdve már szabadon működik ez a kis háromtengelyes gimbal. A kameráról annyit kell tudnunk, hogy ezt a Sony gyártja, és elvileg ugyanaz az 1/2/3 szenzor van benne, mint a Mavic Pro-ban, úgyhogy elméletileg ennek is olyan szép képe fog majd születni, de internetes információk alapján állítólag ez valami kicsit spéci kamera, mert hogy éjszaka elvileg nagyon szép fényképeket, illetve videót fog készíteni. Azt most nem ígérem, hogy így az első pár alkalom adtán ki fogjuk próbálni. Elsőnek most nézzük meg a nappali videót, illetve a fényképeket, és hát hogy repül a gép. Ami így a kibontás során először is szemet szúrt, az nem más, mint a motorok, mert hogy ilyen kis vékony lapos motorok vannak rajta, mint a versenygépeken. És hát utána pedig, ami a következő volt, az nem más, mint ezek a lapátok, ahogy említettem már a kicsomagolós videóban is, hogy ezek nagyon ilyen kis vékony lapátok, hát meg kíváncsi vagyok, hogy hogy fog majd ezzel repülni. Maga a gép Wi-Fi-n kommunikál a távirányítójával, így hogy és a távirányítóhoz kell csatlakoznunk egy telefonnal vagy egy tablettel. Elméletileg itthon 1,5 kilométeres hatótávot ígérnek, és hát ezzel a kis alien-es aksival pedig, ha minden igaz, 25 percet fog a levegőben tölteni. Na de ezeket már minden is mondtam nektek a kicsomagolós videó során, úgyhogy nézzük meg, hogy hogyan fog repülni. Bekapcsolás az maradt a régi hagyományos megoldás, tehát csak hosszan kell nyomnunk. Ilyenkor sípol egyet, nincs az egy rövid, egy hosszú. Nem tudom, hogy mennyire halljátok majd a kamerán át ezt a hangot, de gyakorlatilag úgy indul el, mint egy kis versenygép, ugyanúgy bútolnak és zenélnek a szabályzók. Megmondom őszintén, ez egy kicsit érdekes volt így egy videós géptől, de hát nincs ezzel semmi probléma. Miután bekapcsoltuk a távirányítót, illetve a gépet is, ha minden jó megy, ilyen 1-1,5 percen belül megjelenik egy wifi hálózat, vagyis hát kettő, mert hogy elméletileg a gép is, illetve maga a távirányító is ad egy wifit, de nekünk a távirányítóhoz kell csatlakoznunk majd. Így az első próbálkozások alapján, ami feltűnt, hogy ez egy kicsivel lassabban történik, mint mondjuk a DJI gépeknél, ugye a Spark és a Mavic Air gyakorlatilag, hát mondhatom azt, hogy rögtön sugároznak ugye egy wifi hálózatot. Itt ez egy kicsit lassabban úgymond áll fel. Hát ennyi idő kellett ahhoz, hogy a Valkyra Grund nevezetű wifi hálózat elkészüljön. Ez a távirányítónak a wifi-je. Utána nincs más dolgunk, mint a Valkerának a saját applikációját elindítani, kiválasztjuk a megfelelő gépet és rányomunk a Connect-re, és már látni is fogjuk majd a élő képet. Hát az applikáció semmi különleges, gyakorlatilag az összes többi ilyen géphez hasonlít,
fölül látjuk, hogy kapcsolódva vagyunk, ott mellette majd egy kis számláló mutatja azt, hogy mennyi időt töltöttünk a levegőbe, mellette jelenleg mutatja, hogy milyen üzemmódban vagyunk, mutatja, hogy már 13 darab műholdat lát a gépünk, 95%-ra van feltöltve jelenleg az akkumulátorom, mármint a távirányítóé, 97 a gépé. Itt alul még a jobb alsó sarokban mutatja a GPS ready, az alsó sorban mutatja majd a szokásos magasság, távolság, sebesség, bal oldalt ugye vannak a szokásos kis ikonok, aminek a segítségével föl lehet szállni. A jobb felső sarokban találunk egy kis fogaskereket, ott találjuk a beállítási menüpontot. Tudunk megszabni, hogy milyen magasra menjünk, milyen távolságra. És hát ugye itt megtaláljuk a szenzor menüponton belül ugyanúgy a gyrót, kompaszt, ezt tudjuk kalibrálni, ugyanúgy egy kis zöld csíkkal jelzi nekünk, hogy most minden tök jó. Itt a wifi-nek, a gimbalnak a beállítását találjuk. Illetve van még egy nagyon érdekes dolog, amit most láttok majd a kijelzőn, az az, hogy a videónak a helye hol legyen. A gép ugye SD kártyára rögzít, de valamiért meg lehet adni neki azt, hogy csak a telefonra. Hogy ennek mi értelme van, az fogalmam sincs, mert hogy a telefonra valószínűleg ugye egy butított kis videót fog majd nekünk lementeni, úgyhogy mindenféleképpen azt választhatok majd ki, hogy lokál, és akkor mindenhol meg lesz. Utána van még ugye az akkumulátorunk, írja, hogy körülbelül mennyit tudunk vele repülni, és mutatja, hogy mi van beállítva a kritikus szinteknek, mutatja, hogy 97%, mennyi volt van benne, ezt be tudjuk ugye a fentre is kapcsolni, illetve mutatja, hogy 5200 mAh az aksi. Most, hogy átnéztük a beállításokat, nincs más dolgunk, mint előre. Az indulás karokat le, majd szét. Kicsit nagy gázzal indul, na de hajrá! Na, hát el is indultunk időközben a repülésre. Itt a távirányítón találunk egy ilyen kis tekerős gombot, baloldali a manuál, középen az automatikus, és jobb oldalt a sportmód. Sportmódban ő nem képes csak 40 km per órával menni. Én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen jó sebesség, nem feltétlen kell mindig ugye 72 km per óra. Bár tény, hogyha ugye egy gyors autót, repülőt, bármit akarunk követni, akkor bizony szükség van rá. Magában a gépben vannak szenzorok elől, illetve a két oldalán. Ezek nem vizuális alapú szenzorok, hanem infra alapú szenzorok. Ezek csak ilyen 5 és 7 méterig látnak, viszont ami az érdekesség az az, hogy cselekednek is. Tehát, hogyha közelebb megyünk hozzá, amit mindjárt megpróbálok majd nektek megmutatni, akkor ha 1 méternél közelebb van hozzá valaki, akkor bizony arrébb fog menni. Thank you.
Tehát ő nem csak megáll, hanem távolodik is, ezzel véd bennünket. Ugyanez működik ugye előre is. Most már ugye érzékel a gép, ezért nem jön előrébb. Majd a kijelzőn látjátok is. És simán meghátrál, hogy nehogy nekünk jöjjön. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó tulajdonság, tehát nem csak meg fog állni, hanem ha esetleg egy mozgó valami felé közelednénk, akkor hátrálni is fog. Ezen kívül magának a gépnek még van egy olyan okos tulajdonsága, mint a szinte az összes mai gépnek, hogy képes követni, tehát ugye van benne egy aktív track. Ezen kívül jelenleg benne még más okos funkció nincsen, tehát nem tud, legalábbis ezzel az applikációval útvonalat nem tud repülni. Van benne még egy ilyen, mi is a pontos neve? Ilyen Ariel mód, ilyenkor elméletileg csak így elindul szép lassan hátra és videózik, hogy ezt mire szánták, azt nem tudom. És ezen kívül még van benne ez a kézzel irányítás, ez a gesture mód, hogy elvileg mutatjuk neki a rendes jeleket, akkor bizony fotózni fog majd. Ahogy említettem, ugye a gép tudja a 4K-t, amire ugye nagyon sokan vágyunk. Ugyanúgy megvannak a szokásos beállítások, ISO-t, shutter-t, mindent tudunk állítani. Videóban van ugye 1080p, rekord ugye ott 4K, H264 ugye, ami nagyon népszerű. És hát ezen kívül ugyanúgy be tudjuk kapcsolni a kis rácsot, ami segít bennünket a videózás folyamán. Annyi, hogy a fényképkészítések ugye azok 12 megapixeles fotók, RAW fotó nincsen benne, tehát csak sima JPEG-et fog tudni készíteni. Nem, mintha ez probléma lenne. Úgyhogy már 19 műholdunk van, 77%. Hát most így nem akarok egy hatalmas nagy távolságtesztet végrehajtani, de elindulok úgy mégis valamerre, hogy lássuk legalább az élőképet, hogy mennyire szakadozik. Amint majd látjátok a videón, nem mentem túl messzire lakott területtől, tehát itt azért vannak wifi hálózatok. Fölmegyek, azt mondja, hogy 15 méter magasra, ugye a gimbalt ugyanúgy itt a hátsó kis gombokkal lehet állítani. Megyek közben 100 méter, ugye majd látjátok a kijelzőnek a képét. 120, kicsit fúj a szél, de nagyon nem igazán venni észre a videón. 160 méter, teljesen jó folyamatos képünk van. Ugye ez a két kis tartóka ugye az antennánk. Most hát egy kicsi picit, hát egy kicsit most akadozik 220 méternél, de hát csak 24 méteren vagyunk, egy kicsit feljebb emelkedek. 30 méter. 300 méternél vagyok. Teljesen jó, néha egy kicsit pixeles a kép, majd ezt látni fogjátok. 330 méter. Pont nappal szembe megyek, úgyhogy azért lesz ilyen csodálatos a kép. Azt mondja, hogy 400 méter, mindjárt megvan. Most 400 méter, úgyhogy 35 méter magasan van. 500-ig elmegyek, annál tovább most nem fogok menni. Én azt gondolom, hogy teljesen jó ez a wifi stabilitás, amit itt nyújt. 35 méteren most egy kicsit szakadozik, azt mondja, hogy 490, és 500 méter meg is van. Átkapcsolok sportmódba, megfordulok. Azt mondja, hogy indítok egy videót, hogy sportmódban miért készít, és hajrá, jövök is hazafele. Azt mondja, hogy 10 méter per szekundummal jövök. Hát ugye a Mavic ugye körülbelül ennyivel repül alapból, ugye GPS üzemmódban, de szerintem ez teljesen jó.
Na, hát meg is járta ugye a fél kilométeres utat. Itt lebeg közben ugye velem szemben a gép. Most az ő videóját fogjátok látni, ugye GPS üzemmódban tartja magát. Hát egy kicsit lengedezik a szél, de hát egy ilyen gépnek már ugye ez nem szabad, hogy valamit is számítson. Azt mondja, hogy most van 10 perc a levegőben a gép. Az akkumulátora szerint 59%-on van. A távirányítónk 85%, 19 műholdat lát. Figyeljetek, én úgy gondolom, hogy alternatívának nem rossz, sőt, hát ugye 10 perc, ha még ezt meg is duplázza, ugye akkor is megvan a 20 percünk, ugye ami már a Mavic Airnek a repülési ideje. Én úgy gondolom, hogy szerintem idáig teljesen tökéletesen teljesít a gép, mindjárt leszállok és folytatjuk tovább. Nos, hát meg is volt az első repülésünk. Ahogy említettem a kicsomagolós videóban, a külföldi vloggerek mindig úgy emlegették, hogy a YouTube-on, hogy a Mavic gyilkos. Hát én úgy gondolom, hogy azért ez a kijelentés eléggé erős. Nem egy rossz gépről beszélünk, tény és való, hogy olcsóbb. Viszont azért, valljuk be, azért a Mavic Pro az még mindig egy tökéletes gép, még így 2 év után is. Maga a Valkera egy nagyon jó márka, sőt, ugye helikopterekben 1000 éve a piacon vannak. Drónt is ugye többet gyártottak, sajnos Magyarországra nagyon kevés jutott el belőlük. Ez az első, ami eljutott. Maga a gép nagyon jó, de azért azt, hogy jobb, mint a Mavic Pro, azt azért így nem mondanám. Aminek vetétársa lehet, az ugye a Mavic Air. Ugye az is wifi-s, ez is wifi-s. Én úgy gondolom, hogy itt az első pár teszt alapján a wifi-e talán ennek jobb, mint a Mavic Airnek. Az, hogy kicsit nagyobb a gép, az a stabilitást, illetve a széllel való küzdelmet egy kicsit megerősíti, tehát jobban fogja bírni a strapát. Mivel nagyobb gépről beszélünk, és nagyobb lapátokról, ezáltal nem olyan hangos, mint mondjuk a Mavic Air. Ugye sokan panaszkodnak arra, hogy a Mavic Airrel, hogyha repülnek, néha 50-60 méteren van a kis gép, és mivel pici motorai vannak, pici lapátokkal, ezért sokkal nagyobb fordulaton pörög, és nagyon hangos, tehát nem lehet vele úgymond elbújni. Nos, erre ez a gép tökéletesen alkalmas, mert lassabban pörögnek a motorja, mivel nagyobb lapátjai vannak, ezáltal nem olyan hangos. Mivel összecsukható, így körülbelül akkora mondjuk, mint a Mavic Pro, súlyban egy picivel nehezebb, ez 980 g, tehát egy 10 dekával nehezebb. Szenzorok ugye találhatóak elől, oldalt, illetve a másik oldalt. Érdekes módon ugye hátul nincsen, hogy ezt miért hagyták ki, azt nem tudom. Ugye a Mavic Pro-ban sincs hátul, viszont a Mavic Air-ben van. Viszont a DJI termékek közül csak ugye a Phantom 4-ben, illetve már a Mavic 2 Pro-ban, illetve a Zoom-ban van oldalsó szenzor. Tehát ezáltal ebben ugye többet tud. A kamera, a Sony minőség, az elméletileg ugye nagyon jó lesz, hogy majd milyen videót készített, ezt majd sajnos csak otthon fogom tudni megállapítani, lehet, hogy ezt ti fogjátok látni a videóban. Szenzorügyileg nem több, mint mondjuk a Mavic Pro, mert ugye ugyanúgy ez az 1/2/3 szenzor van benne. A repülési ideje sincs annyi, mint a Mavic Pro-nak, ugye azért a Mavic Pro azért 25-26 percet általában szokta produkálni. A Mavic Air az alapból 21-ről indul, attól függ, hogy mennyire kell küzdenie. Ő körülbelül egy ilyen 24-25 percet a levegőben tud tölteni. Vannak alsó szenzorok, többféle is, ezáltal beltérben is stabilan fog állni. Tényleg, tehát egy alternatívának tök jó, hogyha valaki esetleg nem akar DJI gépet, vagy egyéb más gépet venni, akkor itt van ez a Valkera. Én úgy gondolom, hogy a repülési tudása az megvan, tehát teljesen jól teljesített itt, úgyhogy itt van mellettem egy lakott terület, ott is van lakott terület, tehát wifi-vel el vagyunk látva, nem volt problémám itt az élőképpel, de ezt majd látni fogjátok ugye a telefonnak a kijelzőjének a segítségével. A 20 perc az megvolt,
GPS-t egyből összeszedett 19-et. Én úgy gondolom, hogy egy jó kis gépről beszélünk, de hát majd úgyis az fog dönteni, hogy milyen videót készített, ezt meg pedig majd csak ti fogjátok látni a videóban. Úgyhogy alternatívaként tökéletes, viszont azt azért én nem mondanám, hogy Mavic gyilkos. Ő volt a Valker, a Vitus. Sziasztok!